Busszal érkeztek egy kis kirándulásra Hercegkútra a sárospataki nyugdíjasok. Sokan ismerik a Schwab községet, de a legtöbben csak átutazóban jártak itt. Így most, amikor szervezett keretek között ismerhetik meg a falu értékeit, nagy örömmel fogadták a polgármester szavait. Örömmel mutatjuk be a településünket minden hozzánk érkezőnek. Tesszük ezt azért, mert túlzás nélkül állítottan van mit megmutatnunk. Megtesszük azért is, mert mi hercegkúti svábok olyanok vagyunk, hogy szeretjük az idegeneket, szeretjük a hozzánk látogatókat. Igyekszünk minden tőlünk telhetőt megtenni azért, hogy a hozzánk érkezők itt nálunk jól érezzék magukat. A nyugdíjasok egy évre megtervezik programjaikat. Eredetileg korábban szerettek volna ellátogatni a Schwab községbe, de megvárták a jó időt. Sanyi bácsi, a klub vezetője szerint fontos, hogy tagjaikat egy-egy kisebb kirándulással megmozgassák, hiszen a nyugdíjasok is igénylik a kikapcsolódást. A pataki klubtagok pedig örömmel jöttek, szinte teljes létszámmal voltak jelen. 39-en vagyunk. Itt hát a tagságnak a zöme itt van. Néhány hiányzó van. Remélem, hogy jól érzik magukat, majd elmondják ők is. A kirándulás során régi szép emlékeket is felidéztek a szépkorúak, a társaság korelnöke, a hamarosan 90 éves Jani bácsi büszkén mesélt emlékeiről. Gazdaságnál dolgoztam, nagyon sokan jártak a gazdaságban dolgozni, hűtőházban. Meg hát volt itt rokonom is, a Tóni bácsi, meg egy jó pár ismerősöm volt, úgyhogy nagyon örülök neki is. És épp amikor jöttünk fel, éppen mondtam, hogy keresni kell egy ilyen tiszta falut, mint ez. Az hol biztos, hogy egy nagyon rendes, hát mindenki olyan rendes. A pataki nyugdíjasok a kiránduláson ellátogattak a római katolikus templomba, és megtekintették a Schwab tájházat és a káváriát is.